Omnimamazabusa, a parancsokat kívülről tudja, ezért Common Block Sensei, úgy hívják, hogy mester, Kenri meg egy senki, tudja ezt mindenki, nyomába se érhet, Csabusa eszének, szivatja a népet, kik a pályájára belépnek, hajszáluk nem marad, ez az oroszlán harag, darálja a pályát, mint más a kajáját, pontozása szigorú, ez is egy kis bosszú. Sziasztok! Ebben a videóban azt mutatom meg, hogy hogyan teljesítettem egy kihívást. A mai kihívást, elmondom a csatorna nevét, Animated Child küldte, és azt a nevet adta a szerkezetnek, hogy interaktív film. Én ezt átneveztem interaktív színháznak, mert hát mégiscsak nem egy kép van a karakterekről, hanem ott vannak élőben, inkább színház hangulata van, de az elv az ugyanaz. Mármint a, hogy mondjam, az eredmény az ugyanaz. Oké, okay. Tehát van egy épület, az a színház, és van belépő is. Az ő szerkezetében visszajárót osztott a gép, én ezt úgy adottam meg, nekem így volt egyszerűbb, hogy hát eleve csak annyit veszel, amennyi kell. És kell arany. Tehát 24 arany. Teljesen mindegy, hogy hogyan osztom el, tehát nem azt nézi, hogy nem test for blokkal ellenőrzi, mert akkor egy szloton kell lennie 24-nek, hanem akárhogy eloszthatom. Lehet mellette más tárgy is, azt pedig békén hagyja. Ugye megmutatom, hogy hogyan működik. Sőt. Így. Én tényleg össze-vissza is lehet, teljesen mindegy, csak legyen benne annyi arany. De meg kell nyomni ezt a gombot. Jó, akkor még nem történik semmi. Elkezdi megszámolni, hogy tényleg van benne annyi? És ha van, akkor veszi el az árat. Tehát most elvette. Tehát, ami most itt közben nyomogatom a gombot, akkor csak annyit csinál, hogy újra elkezdi számolni. Lehet, hogy ki lehet valahogy játszani, azért annyira nem, hogy mondjam, kerestem a gyenge pontot benne. Csak mondom, hogy ez a felépítés. Hogy először megnézi, hogy van-e benne, és akkor veszi el. És ha van benne annyi, akkor kinyílik az ajtó, a többi cuccot békén hagyta. Jó. A működés ennek a résznek az az, hogy ha elnyom a gombot, akkor azt a droppert ide másolja, a hopper az megszámolja, hogy tényleg van benne annyi. És ha igen, akkor itt ugye küld a jelet, és visszamásolja az elvett összegű droppert. Ha pedig nincs, akkor nem történik semmi. És mindig, amikor megnyom a gombot, akkor újra másolja a hoppert, azért van itt még egy hopper, ezt oda másolja. Ebből ugye 40 arany van, 24 kell, hogy 64 legyen, ezt oda másolja. Meg a droppert is. Jó. És hogyha megvan, akkor kinyílik az ajtó. Hát igen, nem foglalkoztam nagyon díszítéssel. Ez a lépcsős díszítő nem is csak azért kell, hogy eltakarja itt, hogy így nyílik ki az ajtó. Az ajtó alá azért nem tudtam berakni, mert ez a gomb, vagy illetve nyomólap, ha megnyomjuk, akkor becsukódik. Tehát, hogy így fejenként kelljen fizetni, de kifelé azért lehet menni, persze. Na, most megint be kell fizetnem. És ha az ajtó alatt lett volna ez a, hát mondjuk akkor fákja lett volna, nem redstone blokk, akkor aktiválta volna azt a command blokkot, ami kitörli. És itt van, meghagyta benne. Jó. Igen, az egyik büszkeségem ezek a székek. Tehát úgy oldottam meg a karfát, hogy hívják, kapuval. Így, és tök jó lett. Nem tudom, csinálta más is ilyet, én ezt így most fedeztem föl magamnak, és nagyon tetszik. A másik megcsináltam, hogy a székekbe bele lehessen ülni. Láthatatlan malac van mindenhol. Egyébként még passzol is, tök jó. Mint hogyha párnázott lenne. És bele lehet ülni. Kívülről látványosabb. De ez már csak külső egy kis szórakozás. Na. Hát alapvetően ugye itt nem lenne gomb, hiszen mondjuk lenne a színfalak mögött ember, aki elindítja, de hát így egyedül... Na, de hát így egyedül kellett egy gombot raknom. És akkor meg is mutatom először, hogyan néz ki a dolog. Egy kis jelenet,
Igazából nagyon rövid, de szórakoztató. Tehát itt vagyunk, itt egy király, meg egy Csabusa, és a király mondja: Csabusa, kérlek, mentsd meg a lányomat, a gonosz banya elrabolta. Mit válaszoljon Csabusa? Szürkével vannak írva ezek az infók, vagy hogy is mondjam. Elfogadom a kívást, vagy felejtsd el. Úgy csináltam meg, hogy egy jó út van, tehát nincsenek elágazások. Hát illetve annyi az elágazás, hogy zsákutcák vannak, tehát annyira nem keszekusza a történet. Nem szövevényes, vagy hogy is mondjam. És akkor mutatom, a zsákutca, az egyik zsákutca például az, hogyha azt mondom neki, hogy felejtsd el. És akkor azt mondom neki, felejtsd el, inkább megyek pályát építeni. Vége. Úgy csináltam meg ezt a kattingatósat, hogy mindig csak egyszer lehessen válaszolni, és csak akkor, amikor aktuális. Tehát most már hiába kattingatok, most már nem tudom lerakni, újra kell indítani. És akkor újra elfogadom a kihívást. Elfogadom a kihívást, már indulok is. Közben igen, változnak a karakterek. Pár perc gyaloglás után Csabus egy fura idegennel találkozott. Fura idegen. Hello Csabusa, hallottam, hogy ki akarod szabadítani a királylányt. Hoztam neked egy kardot, ami hasznodra válhat. Elfogadod hát? Mit válaszoljon Csabusa? Igen, nagyon köszönöm, menj a rákba. Akkor először mindig a zsákutcát mutatom meg. Menj a rákba. Menj a rákba, tudok magamra vigyázni. Hogy mersz elutasítani? Ezért most én öllek meg. Vége. Újra. Na. Elfogadom. Igen, nagyon köszönöm. Igen, nagyon köszönöm. Újabb pár perc gyaloglás után Csabus elért a banya fészkéhez. Mondja a banya, ha, a vesztetbe jöttél, balga Csabusa. Kitől jön meg Csabusa? Ezt a királylányt vagy banyát? Mondjuk először a királylányt. Te hülye, ne! Vége. És akkor elfogadjuk a kihívást, elfogadjuk a kardot is, és a banyát öljük meg. Lesz-e te rondaság? Ne, légy átkozott, most legyegőztél, de még visszatérek. Megmentettél, bátor szentszej, odaadod feleséged leszek halálomig. Csabusa hazavitte a királynán, csináltak sok kis padavant, és boldogan éltek, amíg le nem állt az immórendszerük. Vége. Ja, azt még nem írtam oda, de vége. Szép kis család. Na. Itt van tehát a szerkezet. Ezek a piros blokkok azt jelzik, hogy igen, oda rakódik le, vagy rakódik le, oda rakja le a rendszer a reston blokkot. Ez a start, ez az indítás, lerakja Csabusát, királyt, kirakja a kiírást, de, illetve elsősorban elpusztítja, ugye, ami ott van. Tehát bármikor újraindítható. Most is megnyomhatom. Nem csak akkor, amikor zsákutca van. Jó. És ugye a terrorba benne van az, hogy hová rakjon reston blokkot. Ide vagy ide, és benne van az ellenőrzés is, meg tudom megmutatni a kódot, tehát itt van a kattingatós. Futtassa le azzal a játékosnak, akinek az X-szkorja pontosan egy, hogy rakjon le setblokkot valahová. Oké, lerak valahová setblokkot, megváltoztatja az X-et, és a következő tárolóban már a kettes nézi. Itt a végén például konkrétan 4-es állítottam, most tök mindegy, hogy mire kattintok, nem fog elfogadni. Így ott van, hogy nem lehet lerakni. Tehát van egy ilyen X-kor, amit fölvettem, sima dummy egyébként, és minden jelenet után állít rajta egyet. Egyen növeli az értékét. És minden választásnál ellenőrző mennyi az értéke. És akkor így lehet csak ugye... Csak amikor aktuális, akkor lehet rakattintani. Oké. Kitábláztam, hogy... érthető legyen, tehát vagy áttekinthető legyen. Itt van, hogyha elfogadom a kihívást, akkor ide rakja le a resztomblokot. Ez ugye kiír az új szöveget, ettől megöli a királyt, lerakja az idegent. Azt hiszem más nem is csinál, és itt tovább a többi is, nem megyek végig. Az összesen sok van. Láttátok, hogy most végigmentem, láttátok, hogy milyen változások vannak. Van benne teleport is, amikor Csabusa ugye itt állt, most pedig itt áll, az egy teleport. Amikor kardot kapott, ha néztétek, az meg egy replace item parancs volt, és így tovább. Oké, a pálya természetesen letölthető, Animated Child videója is bele van linkelve, a kézikönyv óvjon.